Az idei évben Dombóvár városában rendezik meg a szívegyesületek országos találkozóját. A rendezvény augusztus 25 és 27 között zajlik majd több mint 300 résztvevővel. A szervezési és koordinációs feladatokat a Dombóvári Szív Klub Egyesület és Dombóvár városa közösen látják majd el. A jelentkezők különböző sportágakban, csapatokban mérhetik össze tudásukat, ügyességüket. A háromnapos rendezvényen a program részét képezi a város megismerése, a helyi értékek bemutatása is. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége minden évben rendez egy ilyen országos sporttalálkozót, és az idei évben mi kaptuk ezt a megtiszteltetést, hogy nálunk rendezzük meg ezt a versenyt. Körülbelül 300 résztvevőre számítunk, összesen 12 egyesület tagjai fognak jönni az ország különböző részeiből, tehát Miskolcról, Budapestről, Szolnokról, Zalaegerszegről, tehát sok helyről jönnek ide. Általában futás, úszás, gyaloglás, az mondjuk most vezettük ezt be, hogy legyen gyaloglás is, de teke, aztán lövészet, kosáradobás, röplabda, foci, tehát mindenféle sportágban összemérhetik a tudásukat, és ugye a külön érdekessége az egésznek, hogy ez főleg azért ilyen 60 év felettieknek a sporttalálkozója. Közöttük sok olyan van, aki valamilyen koszorúérbetegségen vagy egyéb műtéten átesett, úgyhogy ez különösen fontos számukra, hogy még mindig így a közösségben részt vegyenek, és ilyen kellemes sportverseny, meg kellemes találkozót töltsenek itt el. Dombóvári Szívklub Egyesület most már 30. éve működik, és általában ilyen előadásokat szoktunk tartani, kollégák tartanak különböző témakörökből, de ezen kívül szoktunk kirándulásokat tartani, vagy ilyen szűrésekre elmegyünk, tehát ilyen különböző jellegű foglalkozásaink vannak, legtöbbször diabéteses betegségekről is szó esik, mindig van egy előadónk, és utána egy ilyen kötetlen beszélgetés. Úgyhogy ez így évközben általában így történik, és évvégén mindig van egy ilyen karácsonyi klubest, amivel lezárjuk az évet. Közös helyszínbejárást tartottak az egyesület tagjai és a város vezetése augusztus 10-én. A bejárás során megtekintették a versenyek különböző helyszíneit, ezzel biztosítva annak sikerességét. Közel 10 sport és civil szervezet bevonásával, összefogásával 4 helyszínen valósulhat meg Dombóváron a kiemelt esemény. A program és a szervezők is számíthatnak Dombóvár város önkormányzatának támogatására. Hát azok kezdem, hogy eleve örömteli az esemény, Dombóvár esett a választás, és nyilván ez köszönhető annak az aktív egyesületnek, amelyet ugye Dombóváron a szívklubosok képviselnek. Vezetőkkel a tavalyi év során többször egyeztettünk, és azt gondolom, hogy könnyen hoztam meg a döntést, hogy igen, adjunk mi a helyszínt. Nyilván miután kínáltuk magunkat, meg is választottak minket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól előkészített dolognak indul, de azt is látom, hogy rengeteg útvesztője van, hiszen 400 fő fog ide érkezni Dombóvárra, akik aktív résztvevő lesznek ennek az eseménynek, és ugye ez több helyen fog történni. Természetesen a sportegyesületek vezetői, a sportnársos civil tanács odaállt az ügy mellé, ők önkéntesként fognak egész nap tevékenykedni. Oktatási intézményünk is odaállt az ügy mellé, hiszen a belvárosi iskolában lesz az egyik bázisa, a másik bázisa az a Szuhaj Sportcentrum lesz, és nyilván itt az étrend éttermében fognak tovább zajlani az események. Nagyon örülök neki, hogy a Tekepálya és az Uszoda is hadrafogható állapotban van. Ami ennél nagyobb öröm, hogy végre van egy darts klub is a városban, és dartsban is tudnak versenyezni az ide érkezők. Nyilván logisztikailag nagyon nehéz lesz, hiszen a szálláshelyet ennyi embernek nehéz volt megoldani, de azt gondolom, hogy a városban a közszolgáltatónk, aki az utasszállítással foglalkozik, szintén felajánlott a segítségét, és szintén részt vesznek ezekben a munkálatokban. És amikor vasárnap reggel 9 órakor a díját adon átadjuk a díjakat, mosolygós és elégedett embereket fogunk látni, akik majd bánják, hogy jövőre nem vihetnek vissza Dombárába újból összemérni tudásukat. A rendezvény remek alkalom arra, hogy az ideérkezők megismerkedjenek Dombóvár város értékeivel, és a város hírét is népszerűsítsék.